a lehetőséget, hogy megszólalhatok itt közöttetek, le a kalappal az éjségsztrájkolók előtt, és le a kalappal Jani előtt is, hogy eljött ide. Ez a helyzet valós. Hát ez a helyzet valós. Mi több csoportot létrehoztunk az interneten, a közösségi oldalakon, elképesztő mennyiségben jelentkeznek az utolsó esély az életre Kanada nevű csoportunkban. Gyerekek, üldözik a magyar, az egyharmadot itt járulékos veszteségként kezeli. De mindennek oka van. Én szeretek idézni másoktól, és igyekszem tényszerű lenni. Nem 50 milliárd kell, hanem nem mondtam meg mennyi! Tudjátok, kitől idéztem? Gyurcsány Ferenctől. Ez az összedi beszédben van benne, ez a 25 perces vágatlan anyag, ez tulajdonképpen megásta a mi sírunkat. Ez 2006-ban volt, 2006 óta szabadult el a pokol, elindult ez a fajta hitelezés, és akkor jöttek rá, hogy van egy olyan művelet, egy olyan hadművelet, amit mi csak úgy hívunk, hogy a nincs ingyen ebéd hadművelet, amit a Nemzeti Bank bankára, Simor András folytatott a magyar nemzet egyharmada ellen! És senkinek ne legyenek illúziói Orbán Viktorral kapcsolatban, mert amit a baloldali rezsim elkezdett, azt a jobboldali folytatta! Így van! Gyerekek, nagyon-nagyon fontos az összefogás, ezért én is itt is részt veszek, minden rendezvényen részt veszek, mert itt nem csak a bankokkal van a baj. Ezt gondolom, ti már mindannyian tudjátok, de adjátok tovább. A nagyon nagy baj az az, hogy ti vagytok a magyar jobban teljesítés egyedüli és kizárólagos forrásai. Gyerekek, aki szétnéz, az pontosan látja, itt nincs gazdaság, itt nincs fejlődés, itt uzsorások vannak, és áldozatok vannak. Az uzsorások háza elé jöttünk most tüntetni, és demonstrálni, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a körúton, bátorság kell, föl kell nyitni azokat a szemeket, akik ma még közönösen elutasítják ezt az ellenállást, amit ti elkezdtetek, de bízunk benne, hogy folytatni fogjuk, egyre többen leszünk. Köszönöm szépen!